Sziasztok, jó reggelt kívánok! Tálai András vagyok, a Magyar Olimpiai Csapat vezető orvosa. Szeretettel látlak benneteket itt az Olimpiai Faluban levő magyar orvosi rendelőnkben. Én igazából szintén sportoló voltam, de sajnos nem olyan szinten, mint az itteni sportolók. Én alpesi síelőként kezdtem. Ennek megfelelően, amikor orvos lettem, akkor abszolút a sportvonal érdekelt, és a sportkórházban kezdtem el dolgozni. 1996-ban előbb a snowboard válogatottnak lettem az orvosa, aztán a női kézilabda válogatottal dolgoztam 1999-től, és az első olimpiai esemény az rögtön 99-ben egy előolimpia volt Sydney-ben, aztán 2000-ben volt rögtön egy olimpiai ezüst éremhez sikerült egy kis mértékben hozzásegíteni a csapatot. Gyakorlatilag itt az Olimpiai Faluban kettő helységünk van. Van egy-két apartmanunk, az egyikben vannak az orvosi ellátások, a másikban pedig a rehabilitációs regeneráció, ezt később megmutatjuk. Kialakítottunk itt egy ügyeleti rendszert, megpróbálunk ilyen 3 órás váltásokban dolgozni, reggel 7 órakor kezdjük, ez ügyelet ez reggel 10-ig tartott. A mai napon például 2 kisebb betegnek az ellátása, mellett egy dopingvizsgálatra való kíséret volt a feladatom. Ugye alapvetően az olimpiákon mindig mindenki annak örül, hogyha mi sportorvosok nem dolgozunk. Ilyen sajnos még nem volt. Van egy részletes adminisztrációnk, gyakorlatilag most ilyen 40 körül van a megjelenések száma. Ugye tudjuk, hogy 173 körüli versenyzőnk van, ugye itt a cserék miatt ez változhat. Ebből szerintem körülbelül egy ilyen 30 sportoló volt eddig itt nálunk, és lényegesen többen voltak különböző regenerációs kezeléseken és különböző gyógytorna és egyéb foglalkozásokon. Van itt egy táblánk, amin látjuk, hogy a beosztást, hogy mikor ki az ügyeletes, ugye éjszakára van egy telefonos ügyeletünk, vannak olyan QR-kódok, amivel az Olimpiai Faluban lévő poliklinikára lehet időpontot foglalni, ha valakinek például fogorvosi ellátásra lenne szüksége, vagy mondjuk egy mágneses rezonancia vizsgálatra. Próbáljuk az orvosi szobában segíteni a sportolóinkat néhány apró hasznos tanáccsal, és természetesen szükségünk van mi nekünk is arra, hogy pontosan tudjuk a szoba beosztást, mivel hogyha itt a faluban dopingvizsgálatra érkeznek az ellenőrök, akkor tőlünk szoktak első körben segítséget kérni, hogy hol, merre találják a sportolókat. Abban az esetben, hogyha akár egy itt a faluban keresné meg a doping ellenőre sportolókat, vagy pedig egy verseny után jelölné ki a sportolót véletlenszerűen, vagy pedig mint érmes helyezett dopingvizsgálatra, akkor minden esetben az orvos elmegy ő vele, segít neki. Ugye nagyon sokat tenni nem tudunk, ez egy biztonságérzetet tud adni, hogy ténylegesen az ellenőrzésnek a menete az hibátlanul és tökéletesen az előírásoknak megfelelő menjen, vagy ha bármiféle szabálytalanságot vagy problémát fedeznénk föl, akkor ezt szóvá is tudjuk tenni. Ma például reggel itt keresték az egyik atléta kislány, elkísértem, ott igazából csak annyit tudtunk szóvá tenni, hogy borzasztóan hideg volt abban a helyiségben, ami különösen, hogyha valaki mondjuk egy edzésből érkezik, kiizzadtan, ugye sokszor a dopingra rögtön azonnal menni kell, tehát nincs lehetőség arra, hogy átöltözön feltétlenül, és ez egy komoly megfázás forrás lehet. Tehát minden ilyen apróságnak is lehet jelentősége. Az orvosaink ugye a falun belüli tevékenység mellett természetesen próbálják kísérni a sportolóikat a különböző eseményekre és rendezvényekre. Vannak olyan sportágak, mint például a csapatsportágak, vízilabda, kézilabda, illetve a nagyobb létszámú sportágak, mint a vívás, atlétika, úszás, ők saját orvosokkal dolgoznak. És vagyunk 4-en, akik a többi 17 különböző sportágnak a sportolóit segítjük.
úgyhogy ezt mindig előző nap beosztjuk, és megnézzük, hogy ki lesz ügyeletes a faluban, és ki hol milyen versenyen tudja segíteni a sportolókat. Ugye mit látunk itt a képen? Látjuk azt, hogy triatlonistáknak, a triatlonisták kisebb sportág, ők gyakorlatilag erre a napra egy terapeutát kértek, hogy a Moldovai Ildi menjen velük, vívásnak saját orvosa van, asztali tenisznek a keretorvosa például Pavlik Attila doktor úr, de ő a női vízilabdának is, tehát erre a napra például Thoman doktor tudtuk beosztani a saját masszörük mellett. Úgyhogy itt jól lehet látni, hogy azok a sportolók, akik nem a saját orvosukkal vannak itt az olimpián, ők is minden szinte valamilyen esetben ott a helyszínen, tehát az edzések vagy a versenyek helyszínén is tudnak magyar orvosi segítséget kapni, illetve ez ugyanez igaz a masszőrökre, terapeutákra is. Itt van egy kisebb diagnosztikai lehetőségünk, hoztunk magunkkal egy diagnosztikus ultrahangot, amit manapság már a sportorvosok, sportsebészek, mint a belgyógyász, a fonendoszkópot ugyanígy használjuk. Nagyon hasznos egy Achilles sérülésnél például meg tudjuk nézni, hogy van folyadék, nincs folyadék, milyen mértékű gyulladásról, degenerációról tudunk beszélni. Ezt napi szinten tudjuk itt használni, és akkor mennénk tovább az orvosi rendelőben. Itt, amit látunk, minden rendelőnek az alapkövetelménye, van egy vizsgáló ágy, van egy ilyen kötözőasztal, ahol a sebek ellátásához, esetleg ha szükséges véletlenül egy injekció beadásához minden megvan. Amivel a sportolókat ugye tudjuk segíteni, gyakorlatilag ilyenkor egy hatalmas gyógyszerkészletet hozunk magunkkal, szerencsés esetben ennek a nagy részét azt haza is visszük, de érdekes módon bármennyire is túlbiztosítjuk a készleteinket, mindig azért vannak nagyon kurráns áruk, amik nagyon fogynak, és ebben az esetben még tudunk igazából Magyarországról hozatni utánpótlást. Van egy komoly kötszerkészletünk, ugye a sebellátáshoz való dolgok, sebek varrását is meg tudjuk itt oldani, illetve a különböző kötések felhelyezéséhez, ragasztásokhoz is tudunk bármit biztosítani. Sérülések ugye mindig attól is függnek, hogy milyen sportágak vannak itt, milyen számban képviseltetik magukat a sportolók. Ugye tudjuk, hogy a labdasportolók között, különösen kézilabdában azért több a sérülés, vízilabdában is vannak azok inkább enyhébbek. És most igazából talán az a jellemzőbb a Magyar Olimpiai csapatra, hogy két olyan sérültünk van, ahol igazából kockáztatnunk kellett, vagyis ez azt jelenti, hogy mind a két sportolónak volt egy súlyosabb sérülése rövid idővel az olimpia megkezdése előtt, mind a ketten gyakorlatilag már kvalifikáltak az eseményre, és akkor ez egy nagyon komoly döntés, hogy vagy úgy döntünk, hogy különben időnyomás nélkül döntenék, hogy megoperáljuk, és megadjuk azt a 6-9 hónapot arra, hogy vissza tudjon tényleg biztonságosan térni, vagy pedig, ha biztosan tudjuk, hogy ebben az esetben a sportoló bukná az olimpiát, nincs esélye a részvételre, akkor viszont kockáztatunk, akkor egy nagyon-nagyon komoly rehabilitációt, felkészítést, rögzítők adását tervezzük meg, és ennek megfelelően ugye most volt két olyan sportolónk, ugye kézilabda és vívásnál, akik valamilyen mértékben sikeresen részt tudtak venni, ugye ez egyik sportolóról tudjuk, hogy egy mérkőzés után sajnos újra sérült, de a vívónál igazából ez egy komoly pontszerző helyezést ért el. A Vicsek Bence is mondta, hogy sokat köszönhet a csapatotoknak nála, mi volt az, amit sikerült ott összerakni, mert ugye neki is komoly tért fájdalmai voltak előtte. Igen, talán ez a legkedvesebb történetünk most itt egyelőre az olimpián, hiszen Bence úgy érkezett ide, hogy előre kaptunk már információt a keretorvoson keresztül, hogy van egy komolyabb tért panasza. Amikor megérkezett, akkor rögtön megkeresett minket itt az olimpiai rendelőben, megvizsgáltuk, átnéztük a korábbi leleteit, és egyértelműnek látszott, hogy az a panasz, ami van, az kellemetlen, nyilvánvalóan nem könnyű megoldani, nyilvánvalóan veszélyeztetheti azt, hogy ő sikeresen és a saját csúcsához közeli időkkel tudjon versenyezni, de szerencsére egyértelműen kimondható volt, hogy
ha ő vállalja is valamilyen fájdalmak mellett, és esetleg kötözéssel, gyógyszerrel, kenőcsökkel segítve a versenyt, biztosak voltunk benne, hogy maradandó egészségkárosodás ettől nem lesz. És azzal, hogy ezt Bencének sikerült átadni, sikerült ezt meggyőzni erről fejben is, igazából azt gondolom, hogy ez az átkapcsolás, ez nagyon sokat számított, és onnantól kezdve tényleg egy fantasztikus eredményt produkált, és a magyar triatlon sportnak ilyen sikere még nem volt eddig. Úgyhogy örülünk, hogy egy kismértékben hozzá tudtunk ehhez is járulni. Még kezdő sportorvos koromban voltam egy sportorvosi tanfolyamon, és ott elhangzott egy ilyen kérdés az előadóhoz, hogy az, hogy történhet, hogy mondjuk egy labdarúgót fölrúgnak, esik egy hatalmasat, lehet látni, egy iszonyatosan fáj neki, oda megy a sportorvos, és akkor valamit csinál, és a sportoló fölugrik, és megy tovább, és csodálatos módon meggyógyult. Ugye erre a válasz az volt, hogy először is a sportorvosnak olyan kapcsolatba kell keverednie a sportolóval, hogy ilyen esetben beszaladunk a pályára, és megkérdezzük, hogy ez most valódi, vagy kamuzol. Ha kamuzol, akkor egy rövid pihenés színjáték után tovább tudsz szaladni, ha nagy baj van, akkor természetesen ez nem lehetséges. Most talán igazából a Márton Annának a térsérülése, az tűnik úgy, hogy bár nagyon ijesztő volt, és attól tartottunk, hogy esetlegesen nem lesz ő olyan formában a csapatversenyre, de a mai kép az pozitív. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság hosszú évek óta vezet sérülés és betegség regisztereket, és ebből tudjuk, hogy annak az esélye, hogy valaki egy olimpián megsérüljön maga a játékok ideje alatt, annak van egy ilyen 9-12%-a, és egy ilyen 8-9%-a van annak, hogy valamiféle betegséget el fog kapni. Itt elsősorban a hőmérsékletkülönbségek, légkondicionálás miatt a felső légúti betegség, és ezt követi az ilyen emésztőrendszert érintő betegségek. Erre is igazából vannak már komoly tanulmányai a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak, és ezt hasznosítjuk most már a második olimpián, tehát ezt Pyeongchangban hasznosítottuk először, nevezetesen, hogy amennyiben probiotikumokat elkezdenek szedni a sportolók 2 héttel az utazás előtt, akkor ezeknek az úgynevezett utazási hasmenéseknek a száma, ez radikálisan csökkenthető, úgyhogy gyakorlatilag a tegnapi napig nem találkoztunk komolyabb ilyen problémával. Most igazából 2 sportoló jelentkezett, ő esetükben is igazából nagyon figyeltek, és az első verseny számaikban nem is volt probléma. Itt igazából most valamiféle baleset történt a víz kezelésnél, és úgy tűnik, hogy ugye ők szabadban fognak úszni, és ott valami keveredés történik a szennyvízzel, és azért, amiről korábban is beszéltek, hogy esetleg az E. coli tartalma a víznek magasabb lehet, most egy hasmenéses, enyhébb kis fertőzéssel küzdünk, de reméljük, hogy ez a 2 sportoló is holnapi számukban már, ha nem is olyan mértékben és olyan komolyan tudnak teljesíteni, mint ahogy egyéniben tették, de biztos vagyok benne, hogy rajthoz fognak tudni állni, és ők is tudnak versenyezni. Ugye, amit fontos tudni, és talán azoknak az orvos kollégáimnak is, akik nem él sportolókkal foglalkoznak, de sportolók betévednek, bemennek hozzájuk, akár házi orvos, akár különböző területek szakorvosaiként, hogy vannak valóban az élsportolóknak olyan gyógyszerelései, amelyeket csak akkor szabad elkezdeni, hogyha előzetesen egy ilyen terápiás alkalmazási kivételt megkértek, ez egy nagyon komoly dokumentációs, adminisztrációs feladat, és hogyha a hazai TUE bizottság vagy a nemzetközi úgy látja, hogy igen indokolt, akkor lehet különböző szereket használni. Ehhez képest most itt Tokióban az a változás, de ez az elmúlt évek olimpiáin szintén az volt, hogy tűmentes olimpiát hirdettek meg. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag egyáltalán nem javasolják, nem tiltják, de egyáltalán nem javasolják. Szeretnék kérni, hogy a csapatorvosok kerüljék a tű használatát, ugye mind a különböző gyógyszerek bejuttatása az infúzióhoz meg mindenképpen, és ennek megfelelően, ha mégis be kell adni egy injekciót valakinek, ezt mindig jelentenünk kell elektromos formátumban, tudomásul veszik, de például, hogyha van egy hasmenéses dolog, és az ember elgondolkodik, hogy na otthon a kórházban ezért kicsit feltöltenénk, a kiszáradás miatt adnánk neki egy liter infúziót, az itt tilos, tehát ilyen terápiás alkalmazás kivétel nélkül
maximum 100 ml-t lehet adni egy napon belül, illetve 12 órán belül. Ha ezt meghaladjuk, akkor az már dopingvédségnek minősül, nem? Az orvosi rendelő után átértünk a rehabilitációnak a fellegvárába. Ezt is szeretnénk bemutatni. Ugye az egyik külön szoba, azt nem mutatjuk meg, mert ott éppen egy hölgyet masszíroznak, tehát itt történt, van lehetőség egy ilyen elkülönített helyiségben masszírozni. Ez a rész, ahol a különböző gépeink vannak, a legmodernebb jegelési lehetőség, a nyirokkeringést segítő eszközökön keresztül, lézer, ultrahang, különböző elektroterápián keresztül mindent meg lehet csinálni. Ez itt igazából Lacinak, Laszák Lászlónak a műhelye. Elsősorban itt ő segíti a sportolóinkat. És akkor átmegyünk a kedvenc gyógytornászunk, Moldva Ildikó, a sportolók réme gyógytornászunk. Éppen, éppen egy beavatkozást végez. Ildikó is dolgozik különböző elektromos eszközökkel, lökés hullámterápia, ugye egy közkedvelt és egy nagyon hasznos kezelési lehetőség, és hasonló más elektroterápiákat is. A kedvenc kis dinner, a különböző hengerek, gumikötelek, teralabdákon keresztül. Úgyhogy itt Ildikó ugye azt kell tudni róla, hogy ő évközben és az egész olimpiás ideje alatt segíti a sportolókat, gyakorlatilag mindenki ismeri, és van, hogy egyszerre a vízilabda csapatból itt vannak 4-5-en, nyújtanak, erősítenek bármit, amit kérnek Ildikótól, azt ő biztosítani tudja. Tehát nem olyan, nem sok versenyző van, akivel nem találkoztak itt a munkátok során. Ez így igaz. Jó, szuper, köszönöm szépen. Köszönöm szépen én is.